Ellenzéki képviselők bekiabálásai miatt kellett abbahagynia évértékelőjét a hongkongi kormányzónak. Carrie Lam még az első fügyszók után folytatta beszédét a törvényhozásban, de aztán berekesztette az ülést és kiment a teremből. Végül egy videóüzenetben fejezte be mondani valóját. Lam szerint annak ellenére meg kell tartani a kerületi tanácsi választásokat november 24-én, hogy az ellenzéki tüntetők több pekingpárti politikus irodáját megrongálták, ezzel ellehetetlenítve a kampányt. Hongkongban lassan 5 hónapja kezdődött a tüntetés hullám az azóta visszavont kiadatási törvénytervezet miatt. A vezetés meghátrálása azonban nem csillapította a kedélyeket. A tüntetők ma már a kormányzó lemondását, az erőszakos rendőrök elszámoltatását és a kínai befolyás csökkentését követelik.